A Veszprémi érsekség központjában a Szent Mihály Főszékes Egyházban Szent Mise keretében ünnepelték meg a vértanú munkáslány Bódi Mária Magdolna földi születésnapját. A szent életű fiatal 1921. augusztus 8-án Szigligeten született, majd családjával a mai Balatonfüszfőhöz tartozó egykori Máma pusztára költözött, és az akkori nitrokémiánál kezdett el dolgozni. A vértanú életének körülményei nem voltak ideálisak, nem tudta kibontakoztatni elképzeléseit, nem lehetett szerzetes nővér, mégis Istennel való mély kapcsolata átformálta életét, és a nehézségekben meglátta az isteni dimenziót, a célt. Erről is szólt a szertartáson tartott homiliájában a veszprémi érsek. Dr. Udvardi György szerint a mélyen vallásos munkáslány élete problémái nem voltak mások, mint a vele élőké, de látta életében a távlati célt, felfedezte a benne rejlő méltóságot, és a hite ajándékaiból erőt tudott meríteni. Az életünk nem véletlen, ajándék magunk és mások számára is, hangsúlyozta a főpásztor. És ez a földi lét, ez nem egy olyan terület, amin átsiklunk, hanem éppen Jézus Krisztus megtestesülése arra is tanít bennünket, hogy becsüljük meg azt, akik vagyunk, becsüljük meg saját életünket. Nem véletlenül vagyunk azok, akik vagyunk. Nem véletlenül születtünk ide, nem véletlenül most, és nem véletlenül azokkal az adottságokkal, de ezzel együtt ajándékoz meg az Isten, és ezzel együtt hív bennünket a boldog életre. És amikor egy olyan példakép születésnapját üljük, mint Bódi Mária Magdolna, akinek a boldog ávatási eljárása elkezdődött, folyamatban van, nagyon szépen is halad, akkor azt is keressük, hogy az ő életében hogyan fogalmazhatjuk meg, ragadhatjuk meg ezt az isteni ajándékot, és ebben tanít, ebben segít számunkra. Bódi Mária Magdolna életét 1945. március 23-án egy gépfegyversorozat oltotta ki, amikor a mai Litér területén a rábízott fiatal lányok és a saját tisztaságát védtek két szovjet katonától. Boldog avatását még abban az évben az akkori veszprémi püspök, későbbi bíboros hercegprímás, Mindszenti József kezdeményezte. A folyamat nem sokkal később megszakadt, majd 1990-ben Szendi József indította újra. A Főegyház megye is nagy reményeket táplál az elmúlt években lezajlott procedúra előrehaladásával kapcsolatban, és a Bódi család is számos megkeresést kap Mária Magdolna életpéldájának ismertetésével kapcsolatban. Én úgy vettem észre, hogy foglalkoznak vele, tehát különösen a katolikus iskolákban voltam. Az egy minisztráns találkozón ajkán rengeteg gyerek volt, rengeteg fiatal, és kértek, hogy tartsak előadást a Magdiról, és úgy láttam, hogy nagyon élvezték, nagyon szerették, tetszett nekik. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy példa lehet mindannyiunknak. A boldogávatási folyamat főegyházmegyei szakasza lezárult, a dokumentumok vizsgálatát már Rómában végzik. A szertartáson elhangzott, a következő fontos állomás októberben várható, ekkor egy teológus bizottság véleményezi majd Bódi Mária Magdolna életútját. A szertartást követően a Mendelssohn kamarazenekar lépett fel a Főszékesegyházban. A művészek Kovács Péter vezetésével Mendelssohn H-moll vonós szimfóniáját, Mozart A-dur hegedű versenyét, valamint Bartók Divertimento című művét adták elő. Tanulmányoztam az életét, és hát azt a tragikus körülményt is, ahogyan ő elvesztette az életét, és nagyon megrendített, és nem is volt jó pillanat, amikor koncert közben véletlenül felnéztem a kivetítő vászonra, és pont az ő képe megjelent, akkor azért erősen kellett koncentrálnom a zenére újból, hogy visszataláljak. Én úgy érzem, hogy aki itt jelen volt, mindenki azért jött, hogy átgondolja, hogy mi is vezetett oda, hogy ez a tragédia megtörténhetett, és hát a másik oldalát is kell nézni, hogy mit lehet ebből tanulni, hogy lehet ebből épülni, és hogy hogyan szolgálhatja az emberiség javát egy ilyen tragikus esemény. A koncert az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósulhatott meg.